Újra hazai pályán játszott a Dombóvári Futballklub, a fiúk a szokásos kékmezükben léptek a pályára Szedres csapata ellen. A vendégek számítottak ezúttal a mérkőzés esélyesének, ennek ellenére a játékban nem látszott a két csapat tabellán elfoglalt helyezése közti különbség. Stabil, harcos játékot játszottak a hazaiak, sokkal többször kerültek gólhelyzetbe, mint ellenfelük. A félidő hajrájára már gólokban is megmutatkozott a fölényük. Az első fél időben kimondotta, jó játszott a csapat, 2-0-ra vezettünk. Fél időben arra hívtam fel a figyelmet, hogy ezt akkor tudjuk megtartani, hogyha továbbra is ugyanazt tesszük támadásba, védekezésbe egyaránt, mint amit az első fél időben. Azonban Szedres csapata kihasználta azokat a hibákat, amelyeket a dombovári fiúk elkövettek, két helyzetüket értékesíteni is tudták. Pontrugás után nem szabad ilyen gólt kapni, és hát a büntető az sajnos jogos volt, és kár, hogy ezzel elúszott 2 pont, de az mindenképpen dicséretes, ahogy a második helyzet csapat ellen és egy jó csapat ellen a mi csapatunk küzdött, helytállt, és eredményt sem kell szégyelni, csak a jelenlegi helyzetünkben nagyon kellett volna a 3 pont. Bőzsöny János szerint a fiúk komolyan fejlődésen mentek keresztül, már az előző meccsen is jól játszottak, illetve a mezőny második csapata ellen nem csak eredményben, hanem a futballban is egált játszottak. Az edző reméli, hogy ez a tendencia a következő meccsen is megmarad. Megyünk Tevelre, és a teveli csapat hazai pályán egy különleges harcmodort képvisel. Letámadják az ellenfelet, ez ellen elég nehéz játszani, a hazai közeg előnyeit élvezik, de megpróbálunk rá fölkészülni, úgyhogy ott is eredményesek legyünk. Aki szeretné látni ezt a fejlődést élőben, az idegenben nézheti meg őket Tevelen április 30-án.